Ma 15 éve, február 4-én indította el Mark Zuckerberg egy akkor másodéves Harvardi Egyetemi hallgató a Facebook weboldalt, minden idők legnagyobb közösségi oldalát. Már ez a világ vezető tech cégeinek egyike és a legvitatottabb megítélésű is. Az utóbbi években sok támadás érte a Facebookot adatvédelmi hiányosságok, irányított hirdetések, álhírek miatt. 2018 tavaszán Zuckerbergnek az amerikai kongresszus előtt kellett elmagyaráznia, hogyan is működik a közösségi oldal. Mára világos, hogy nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy megelőzzük ezeket a gondokat. Igaz ez a hamis hírekre, a választásokban történő külföldi beavatkozásokra, az adatvédelemre. Nem vállaltunk kellő felelősséget, és ez nagy hiba volt, mondta akkor az alapító tulajdonos. A Facebook adatvédelmi gyakorlatán azt követően változtattak, hogy kiderült, a Cambridge Analytica nevű cég illegálisan 87 millió felhasználó adatait szerezte meg, és adta tovább Trump kampánycsapatának 2016-ban. A kaliforniai Berkeley Egyetem informatikai karának dékánya szerint nehéz ügy a felhasználók szokásain változtatni, részben a Facebook üzleti modellje miatt. Legyél függő, adj meg minél több adatot, amit jó pénzért eladunk a hirdetőknek, abból pedig új ingyenes technológiai szolgáltatásokat nyújtunk. A Facebooknak a WhatsApp, Instagram és Messenger alkalmazásokkal együtt 2,4 milliárd felhasználója van. A cég piaci értéke jelenleg 541 milliárd dollár.